Jó napot kívánok! Ez a Sopron Televízió, és benne a mozaik. Ez a mostani gyönyörű havastály, és ez a havas időjárás bizonyára sokak számára meghozta a kedvet, például a síjeléshez is. Most abban fogunk némi segítséget nyújtani, hogy itt a szomszédos Ausztriai síterepekre hogyan, milyen feltételekkel tudnak majd kimenni. Ebben pedig Balla Gergely síoktató lesz a segítségemre. Szervusz, köszöntelek! Szia! Üdvözlöm a kedves nézőket! Hát milyen a. Milyenek a hóviszonyok először is Ausztriában? Ott is ilyen gyönyörű mint a táj? Itt, igen, mint itt a városban, öf, hasonlóan, kicsit talán még több is esett, Stuleken voltunk tegnap, és, és kiváló, és kevés ember, tehát igazi síélmény és hóélmény. Ez a kevés ember, ez nem biztos, hogy jót jelent azok számára, akik ki akarnak menni, hiszen ez azt jelenti, hogy még nem mindenki mehet? Nem egészen, úgy tűnik, hogy most már gyakorlatilag aki ö, oltott, vagy átesett a betegségen, az szabályosan sielhet Ausztriában, tehát nem ágált semmilyen jogszabályt, és nem Magyarországról is ö, mehetünk legálisan. Ö, ahhoz ráadásul, hogy belépjünk Ausztriába, nincs is szükség az oltás vagy gyógyultsági, tehát két g igazolásra nem elég a 3G, és ugye a tesztel is be lehet most Ausztriába menni, és legálisan a kiárási tilalom, mert ugye kiárási tilalom van Ausztriában, a kiárási tilalomnak megfelelő szabályozás szerint, de például szabadidős tevékenységek, kirándulás, túrázás, az mehet, tehát nekünk magyaroknak is. A bérlet vásárláshoz és a liftek használatához szükséges a két g tehát ott szűkebb egy kicsit a, a lehetőség, de, mint mondtam, oltottak és, és gyógyultak mehetnek, inkább azért, mert az emberek még, tehát azért van ez, hogy ennyire kevesen vannak, mert az emberek, annyira változott minden itt az őszön, és főleg az ősz végén, és nem lehetett tudni, hogy mi lesz, hogy, hogy egyszerűen az emberek még nem nem szoktak ahhoz hozzá, hogy most most lehet menni, ugye tavaly ilyenkor teljes zár volt Ausztriában, alapvetően a sípályák is csak 26-án nyitottak, belföldieknek is, tehát osztrákoknak is, tehát ilyenkor még nem lehetett síelni menni, most valójában nem álltak meg a sípályák, tehát az őszi Gletscher szezon gyakorlatilag tudott folytatódni, pályák döntése volt, hogy azzal a döntése, hogy november 20-ától bezártak, 22-től a, a, be kellett zárni a hoteleket és az éttermeket, hogy kimarad nyitva. És aztán, ahogy így érkeztünk a télhez, és nyithattak az alacsonyabb terepek is, szintén döntöttek, hogy a, a, a most még, mert egyébként 13-ig igaz, hogy az éttermek és a, a szállodák, tehát szállásadók még nem lehetnek nyitva, ez szövetségi szabályozás, tehát ez egész Ausztriára igaz, tehát hogy ennek ellenére nyitják-e a pályákat? Mind a Semmering, a Hirszenkogel, mint Stulek úgy döntött, hogy nyitnak. 8 án tegnap előtt nyitottak, sőt a hírsenkóga nem volt, már szombat vasárnap egy próbaüzem, és gyakorlatilag, ha minden jól megy, akkor 13 az hétfő, hétfőtől nyitva lesznek az éttermek és a, a szállodák is, tehát lehet szállást foglalni, be lehet menni a hűtékbe. Annyi eltérés van, hogy ez a szövetségi szabályozás és a tartományoknak volt lehetőség ettől eltérni. Tehát gyakorlatilag meg tekintetében, ahol mondjuk stúlek is esik, ahol talán a legtöbbet járunk siálni. 17-e ez a dátum, tehát ők pénteken fogják, jövő pénteken egy hét múlva nyitni az éttermeket és a, a a szállásokat, de a pálya megy. Most rengeteg dátum elhangzott már most tőled, és ezért nyugtassuk meg a kedves nézőket, hogy ha valaki nem értené az ausztriai szabályozást, akkor nem benne van a hiba, hanem kicsit bonyolultnak tűnik ez így, ez a rendszer. Főleg azért lehet megtévesztő, mert ez a kiárási tilalom, ez lehet, hogy sokakat megtévesztett már abból a szempontból, hogy hogy akkor sielni sem lehet menni. Most akkor hogy is van ez, vegyük sorba, tehát okay. a kiárási tilalom nem vonatkozik a síelni. Élésre? Nem, tehát ahogyan gyakorlatilag a tavalyi, az elmúlt szezonban is, a kiárási tilalom alatt a szabadítős tevékenységek, tipikus a hegyi, hegyi, túrázás, sítúrázás, akár a síjelés is működhetett, csak ugye az volt a különbség, amit az bemutattam, hogy tavaly szeptem, december 26-ig a felvonók nem mentek, de ebben a hegyen lehetett szabadon tartózkodni, ez a kiárási tilalom alatt tavaly is kivétel volt, és idén is. Tehát a ö, tavaly is, és idén is igaz, hogy aki Ausztriában van, az, ha szeretne jó levegőre menni, akkor és például most idén sielni is, mert mennek a liftek, az mehet. Tehát ezzel nincs gond. És ugye az, az a nagy különbség tavalyhoz képest, hogy míg tavaly alapvetően a különböző igazolások, ingázás, munka viszony tekintetében leginkább üzleti, jogvíz vagy üzleti út kapcsán beutazása Ausztriába, ezek adtak lehetőséget, belépni a határon, egyébként Ausztria határa záró voltak, most ez nincs így, Ausztria nyitva van, és ez nem is volt így, tehát végig nyitva volt, annyi, hogy most a G szabályok azok, amik korlátot szabnak a teljes szabadságnak, magyarán nyitott határok, de egy, két, három G, ugye ez az osztrákok így sorolták be ezt, a, szabály, aki biztosan már hallottunk róla itt a Sopronban azért, de gyakorlatilag így állították fel a Covid-dal, Ö, ö, szembeni elvárásokat, nevezetesen oltottság az egyik G, a gyógyulá, gyógyultság a másik, és a harmadik a tesztelés. És ugye ők e között, a 3G között variálnak, hogy hova mennyi kell. Most jelenleg az a helyzet, ahogy mondtam, hogy Ausztriába be lehet menni 3G-vel, tehát akár oltottan, akár te, ö, gyógyultan, igazolt gyógyultság, tehát erre majd mindjárt kitérek, akár tesztel, és ez teljesen legálisan, és el lehet menni a kijárási tilalomhoz szóló jogszab, jogszabályban meghatározott kivételek szerint szabadidős tevékenység helyre túrázni, stb. Tehát ezt most bárki megteheti, olyan is, aki nincs oltva, és aki nem, nem esett át a betegségen igazoltan, csak liftbérletet nem fog tudni vásárolni, és lifteket nem Vagy használhat. Vagyis azért akkor a síelés annyira nem De igen, adó... annak, aki oltott, és aki, Nekik, igen, és de aki, aki, csak tesztel igen, A, a tesztel nem. nem, tehát a tesztel az nem megy, így van, kivéve a sítúrázó. Tehát egy sítúrázó felmehet és legálisan lesz a sípáján, mert a lift használat az, ami, ami, ami szűkíti a, a lehetőségeket alapjául. jöve. Tehát most, most valójában itt tartunk, és amit mondtam, hogy kitérnék a gyógyultságra, nagyon fontos, hogy antitest nem elegendő. Tehát az antitest, ami védettséget mutat, elvileg, nem vagyok szakember, de úgy tudom, ez nem elegendő, tehát igazoltan át kellett esni a betegségem. Említettük tehát a kritériumokat, de még egy kicsit bonyolítanunk kell a helyzetet, hiszen az sem mindegy, hogy milyen oltást kapott az, aki ki szeretne menni síelni. Erről mik a hatályos és uh, hiteles információ? Most úgy néz ki Ausztriában, hogy gyakorlatilag uh, a, az európai sztenderdek, tehát az EMA által elfogadott oltásokat fogadja el Ausztria is Korlátlanul értem ez alatt, hogy bárkitől, aki Ausztriába érkezik. Ebben sem a kínai, sem az orosz vakcina nincs benne. Viszont államközi egyezmény és egyezmények miatt a kínai vakcinát, ha Magyarországról magyar emberek érkezünk, magyar állandó lakhelyel, azt elfogadják. Magyarul ez a sielésre is ugyanígy igaz. Tehát röviden azt kell megjegyezni, hogy az orosz vakcina kivételével bármely vakcinával vagyunk oltva mi magyarok. Mehetünk Ausztriába, és sielhetünk. Tehát ez nagyon lényeges. A Janssen-nél, amelyik egy egyoltásos vakcina, érdemes azt elmondani, hogy Ausztria úgy döntött, hogy most még az egyoltás is elég de január 3 ig még egy oltást, vagy egy Janzent, vagy bármelyik másik elfogadottat rá kell oltani a Janzerra, és csak utána lehet például sielni. Tehát ez nagyon fontos. Ha az orosz vakcinára visszatérünk, amit ugye nem fogad el, az egyetlen, amit nem fogad el Ausztria, Magyarországról érkezőktől, ott pedig az a helyzet, hogy ha az orosz vakcinára a sor követő Következő vakcina az egy elfogadott vakcina, akkor azzal már lehet menni. És ugye vannak ezek a részletszabályok, hogy hány naptól, mind a gyógyultság, stb. Nyilván itt alapvetően a 180 és a 270 nap, ami a két idő tartam, ami lényeges, de én azt kérem, hogy ezt inkább írva különböző olyan oldalakon, például mi is megosztjuk a Síkaland oldalán. Facebook oldalán ezeket az információkat lehetőség szerint mindig frissen, de a sielő.hu oldalára is jó magam is küldök információt, illetve ők mindig megosztják és naprakészek, tehát gyakorlatilag ezek a, ez a rész, ez látható és elolvasható, tehát én azt kérem minden kedves sielni akaró vágyótól, hogy ezeket nézzék meg jól, de alapvetően az a lényeg, hogy a Oltásoknál 270 napig a második oltástól, illetve attól az oltástól, amelyik hatással bír már, 270 napig ö, ö, mehetünk és sielhetünk vele a gyógyultságnál meg a 180 nap az irányadó, tehát gyógyultság utáni 180 nap, de én azt kérem, hogy ezeket nézzék meg ezeket a szabályokat. Ugye Ausztriában a tartományi és a szövetségi szintű szabályozások gyakran eltérnek. Itt ebben a tekintetben mennyire kell utána járnia annak, aki például messzebbre menne síelni? Hol vannak szigorúbb szabályozások? Egyáltalán van-e ilyen különbség? Igen, tehát mint ugye mondtam, tehát a síelés megy. Viszont ugye, ahogy az előbb is korábban is említettük, a szállások és éttermek nem. Ez most még egészen uh, standard 13-áig, helyesen a pályán, ha most gyakorlatilag a sielésről beszélünk, a hűték az ablakon keresztül, vagy egyéb kiadó lehetőségen keresztül adhatnak ki ételt, italt, euh, és elfogyasztani, meg van, hogy hány méter távolságot tartva lehet a hűtte teraszán például. Egy érdekes helyzet, de így működik jelenleg is. Amelyik hűtte úgy gondolja, hogy neki ez így megéri, nyitva van, az most tuleken is nyitva van, és ilyen módon kiszolgál. Ez van most. Szállás nincs. Hétfőtől 13-ától, ugye, ahogy mondtuk, szövetségi szinten ezt feloldják, és lehet nyitni, Tirol, Foralberg és Burgella nyit is. Tehát ez a három tartomány, aki szállodákat, szállásokat, éttermeket nyitja. Nyilván lesz maszkviselés és ilyen-olyan kötelezettségek, de alapvetően a, G szabályok, tehát a két G-vel az oltottan és, és, gyógyultan be lehet menni. Ez, ez lesz 13-tól tekintetében, ami most így sielés szempontból talán jobban érint minket. Őszintén most alsó ausztriában nem emlékszem, hogy, a, hogy, hogy, de az biztos, hogy nem az elején nyit. Tehát vagy tizen, nem, akkor most már be is ugrott, bocsát, mert 20 án csak Bécs, tehát 13 án meg csak Forelberg, Tirol és Burgenland, tehát ezért alsó Ausztria is, tehát például a Semmering, ugyanígy 17 étől ahogyan Steyer Márkban a Stulek. Tehát az, ami 13-án megtörténik a három másik tartományban, az Steiermarkban, Alsó-Ausztriában, tehát amit a közeli sípályákat illeti, az 17-én, tehát onnantól lesz nyitott hütte, be lehet menni, és nem csak ablakon kiszolgálás, tehát melegedni is lehet, de nagyon fontos, hogy két g magyarul vagy gyógyultam, vagy oltottan, tehát tesztel nem. És, és ugyanez a lépés, Gyakorlatilag az összes tartomány ezt 17-ig megoldja Bécs kivételével. Bécs minket annyira nem érint a sielés tekintetében, bár ott is van egy kis sípája, hova van víze, ők csak 20-án nyitnak ilyen értelemben. Talán tisztul a, a kép most már így nálunk is, mert Igen. talán a, a nézőkben is. Ö, hogy látjátok egyébként a tavalyi év után, amikor azért nagyon korlátozott volt az, Igen. hogy kimehessünk, talán a legtöbb Soproni vagy Magyarországon élő nem is indult útnak, hogy, hogy kimenjen síelni. Mekkora lesz a tumultus szerinted, mire számítotok? Én úgy gondolom, hogy... de Nyilván nem olyan proféta, de a tavalyi évből kiindulva és az emberek bizonytalanságából kiindulnak, az a, az a véleményem, hogy egy kicsit lassabban fog megindulni a szezon. Abban nagyon bízunk, hogy mire megindulnak, akkor nem jönnek újabb szigorú szabályok, mert akkor nyilván nehéz lesz. De, de összességében én arra számítok, hogy most, hogyha ezek az információk már eljutnak az emberekhez, hogy pont mi itt határszéliek, soproniak mehetünk sielni, gyakorlatilag szinte szabadon már. Ö, ö, Nyilván nyilván, ö, aki, elmondtuk, hogy ki az, aki nem mehet sajnos, de de egyébként ö, ö, úgy gondolom, hogy a, a sielő, és sielni szerető, és sielni akaró ö, ö, lakosságnak és embereknek, akik itt élnek a nyugat túl a többsége erre készült amúgy is valószínűleg tehát döntött valahogy oltás tekintetében, de én úgy gondolom, legalábbis ahogy én beszélgettem az emberekkel, tudták azt, hogy mire készül Ausztria, milyenek a, a az elgondolások ezzel kapcsolatban, tehát aki, aki mondjuk bizonytalan volt oltás tekintetében, talán ez egy érv volt amellett, hogy oltott, és, és akkor, ha meg átesett már betegségen igazoltan, akkor ugye ez, ez nem volt fontos. És hogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy most, ha ezeket jelezzük, akkor el fog indulni, és azt tapasztalom a síiskolában, iskolában, hogy most már mozgolódnak az emberek, vannak foglalások, és lassan-lassan, nyilvánvalóan nem olyan szinten, ahogy mondjuk tavaly előtt, ahol tartottunk mondjuk ilyenkor december tizedike körül, viszont viszont sokkal jobb a helyzet, mint tavaly. Akkor tehát azt lehet mondani, és arra lehet számítani, hogy az ünnepek között és az ünnepek után, tehát már az új évben akár hosszabb ausztriai tartózkodással Igen. is lehet számolni, tehát szállodai Igen. foglalással. Nyilván itt az oltás ismét egy kritérium. Igen említetted a síiskolát, ami azt jelenti, ugye, hogy ti gyerekeket vistek ki, és ott foglalkoztok velük, ez ilyen kiutazós módszerrel történik nálatok javarészt. Hogyan működik ez, mire számítotok, egyáltalán lehet-e jelentkezni, tehát aki folytatni szeretné, vagy elkezdeni a gyereknek a síoktatást, a síiskolák hogy állnak a helyzethez? Hát én úgy látom, hogy minden síiskola kollégák is igyekeznek uh, és, és próbálják jelezni. Tehát minden fronton megy ez az információ, ahol mi meg tudjuk tenni, és ez is kiváló, és köszönjük most a meghívást. Ugye, többiek nevében is, hogy jelezzük, hogy igen, lehet menni sielni, és gyakorlatilag mindenki fel van arra készülve, és várja a kedves tanulni vágyókat, hogy, hogy jöjjenek. Mi is, ugye gyerekeket említettél, de felnőtteket is, és családokat, tehát ahogyan az eddigi években is, bízom benne, hogy nem úgy, mint tavaly, de hogy az előtti években, Hasonlóan fogunk tudni dolgozni, és talán ezt mindenki nevében mondhatom, az összes iskola nevében. Tehát szerintem kész van mindenki, és, és, és várj, és mondom, valójában mi itt a, a a környékbeliek gyakorlatilag azon 2G kritériumokkal, amit most megbeszéltünk, de már most ez aktuális lehet menni, és az ingázó síelés, tehát amit mi tipikusan innen csinálunk, mi is, mint síiskolák, mind a, az itt élő síelők, ez már most működik, rásul tél nagyon szép tél van, ilyen, ilyen így december elején viszonylag ritka mostanság, tehát még ott is, tehát én azt mondom, hogy, hogy bátran, tehát akinek már nagyon hiányzik a sielés, és jönne és tanulna, várjuk nagy szeretettel. Ö, és ugye a szállás kérdése visszatérve pedig, hát nyilván ennek nagyobb lesz a tehetetlensége, úgy gondolom, de, de ahogyan említetted nagyjából a, a két ünnep közöttre, meg hát már ezek a visszajelzések is, hogy azért telnek a szállások. A gyerekek oltásával kapcsolatban uh -huh. kell-e valamit tudni, ugye itt a 12 év felettiekre is vonatkozik ez a 2G szabály? A kisgyermekkorosztály, gyakorlatilag 6 éves korig, ott semmilyen korlátozás nincs, sem tesztre, sem maszkra, sem semmi egyébre nincs szükség. 6 és 12 éves korot, kor között szintén nem kell tesztelni, ö, pláne nincs előírt oltás vagy, vagy, vagy gyógyultság, tehát ott a g nem érvényesek még 6 és 12 éves kor között, ott viszont már a zárt liftekben, ilyenek a kabinos felvonók, tehát a gondolák és az ülőliftek közül azok, amelyeknek le lehet hajtani a búrégát, ott maszk kötelezettség van, de nem az FFP2-es maszk, amit egyébként Ausztria felnőttek számára, illetve 12 éves kor fölött előír, hanem elég egy sísállat, vagy bármilyen szájor védelmet, eltakarást, hogy feltegyen a gyerkőz, tehát ez 6 és 12 éves kor között ennyi az összes. 12-től van annyi, hogy már egy FFP2-es maszk az kötelező ezekben a liftekben, illetve ott már a G bejönnek, és egy úgynevezett két és fél G szabályozás van, tehát szintén 12 éves kor fölött vagy oltott, vagy gyógyult, viszont a 12 éves fiatalok, illetve egy pár éve idősebbek, még ez nem ez a két lehetőség van, hanem a teszt is. És akkor gyakorlatilag még PCR tesztel lehetséges a a, a, a használata. Ez azért fontos információ lehet, é. hiszen általános iskolás gyerekekre Illum. ez már vonatkozik. Köszönöm szépen Balla Gergelynek, hogy, hogy itt voltál, és mindezt elmondtad nekünk. Reméljük, hogy önöknek is tudtunk segíteni, és hogy a tehetik és a feltételeknek megfelelnek, akkor induljanak síelni, mert az időjárás szép, és minden adott egy jó síelésre. Ezt a beszélgetést természetesen megtalálják a sopronmedia.hu oldalon. Viszontlátásra!